A szívéhez közel álló, a Starborn Star zenés show műsorban előadott dallamokból összeválogatott, és természetesen saját szerzeményeiből is elhozott jó néhányat Pádénes városunkba. Az énekes Szirmot Bont című dala egy hosszú utat járt be, körülbelül 3 évvel ezelőtt írta, a klipje pedig éppen a napokban debütált, melyet Miskolcon forgattak. Az idei év másik slágere a Készen állsz címet viseli, amit kislányának írt az előadó. A 2012-es The Voice Magyarország hangja és a 2014-es Starborn Star nyertese stábunknak elárulta, egyre több a felkérés az év második felére, emellett önálló estjére is sokat készül. A Járom az utam est az egy olyan alapötlet tulajdonképpen végeredménye, ami gyerekkoromból ered, hiszen nagyszüleim és szüleim révén én nagyon sokat hallgattam régebbi dalokat, 70-es évekből, 80-as évekből, a táncdalokat, és ezek valahogy mindig szóltak a háttérben egy jó vasárnapi húslevesnél, vagy bárminél, úgyhogy szépen lassan így a gyerekkorom részévé váltak, és rengeteg emlék kötődik hozzájuk. Úgyhogy én ezt foglaltam egy estbe, egy nagyjából másfél-két órás estbe, ahol egy akusztik zenekarra lépek a színpadra, egy csellóval egészülünk ki, ami egy egészen sajátos hangzást ad ennek a műsornak, és itt a dalokon kívül meghallgat azokat a történeteket, amik kapcsolódnak ezekhez a dalokhoz. A popposabb hangzást a későbbiekben a rap és a hip-hop váltotta fel. A színpadra 2011-ben megalakult AK-26 lépett fel. A testvérpár kezdetben házi gyártású klippeket forgatott, melyet a legnagyobb videó megosztó csatornára töltöttek fel, sikerük azóta is töretlen. A rap formáció különlegességét a két előadó hangszín különbségével lehet bemutatni. Gianno mélyebb, támadóbb jellegű tónussal rendelkezik, míg Hiro inkább popposabb, a vokálért és a refrén ütőségéért felelős. 10 éve csináljuk ezt, nekünk rengeteg dalunk van mindenféle, még stíluson belül is, a rapzenén belül is többféle stílus képviselünk, szóval azt nem lehet leszögezni, hogy mi egyféle stílus képviselünk a rapzenén belül sem, illetve hát mindent próbálunk képviselni, igazából egy társadalomkritikus vonal is van, ami elég erős, amit viszünk, illetve hát a saját érzéseinket, amik éppen aktuálisan jönnek egy-egy alapzenére vagy dalra, azokat így megírjuk, kiírjuk magunkból. A formációra sokan voltak kíváncsiak, többségükben fiatalok. A Makovec tér teljesen megtelt az érdeklődőkkel, akik együtt énekelték a dalokat a srácokkal. Mikor érzem, fészik a szívem, hideg zápor mossa a partot, ezen vándor, vitél a vérem, ezért leszek a szemedbe bajnok.